Jótékonysági napot tartott az evangélikus gyülekezet az épülő új templom finanszírozásához. Az április 29-i rendezvényen fellépett a Vecsernye kórus és teltházas előadást tartott Pál Feri atya. Délelőtt az ifjúságunk színdarabja volt, ami egy zenés rokkos kis darab. A reformáció 500. évfordulója alkalmából készítettük, és most ezen az alkalommal már 9-szer játszottuk el, tehát mi ezzel járjuk az országot. Egyrészt, mert a reformációról így akarunk üzenni, másrészt azért is, mert arról is akarunk üzenni, hogy mi egy nagyon jó közösség vagyunk, amelynek egy ilyen jó ifjúsági csapata van, hogy képes egy ilyen zenés rokkos előadásra. Harmadrészt a templomunkra is gyűjtünk, mert mindenhol, ahova megyünk, ott azt is elmondjuk, hogy templomot építünk Vecsésen, és erre bizony szükség van az anyagi támogatáshoz is, és az emberek nagyon-nagyon kedvesek, nagy jó szívvel és szeretettel fogadnak bennünket, és mindig egy kis adományt is kapunk, amire külön büszkék vagyunk, mert hát az ifjúság még nem kereső emberekből áll, de így hozzá tud járulni a templom építéshez. Milyen programok lesznek délután? Délután Pál Feri atya jön, és a Vecsernye kórus, a mi evangélikus kórusunk, a Pál Feri atyának az előzenekara, így beszéltük meg vele, ez van délután. Milyen dalokat adnak majd elő? Afrikai eredetű zulu énekeket adunk elő, ez van, amelyik már magyarul van, mert már Finnországon keresztül átment, és akkor a finnek kicsit átköltötték, és utána meg lefordították magyarra, de van, amit eredeti zulu nyelven adunk. Kicsit megpróbálunk hozzá mozogni is, meg a dob is hallatszik, a gitár is, meg a fúvola is. Miért ezt a zenét választották erre az alkalomra? Azért, mert nagyon vidám. Tehát sajnos mi európaiak úgy éljük meg a kereszténységünket, hogy ilyen, azt gondoljuk, hogy a templomban mindig bűnbánattal kell belépni, és ezért komoly az arcunk. Mi meg úgy gondoljuk, hogy a templomban igenis lehet hálás szívvel belépni, és örömmel, és ezt szeretnénk a itt jelenlevő közönség felé kicsit megmutatni, hogy milyen öröméneket éneklünk. Pál Feri atya előadásának címe az lesz, hogy a közösség szerepe a személyiségünk fejlődésében. Gondolom örültek, hogy elfogadta a meghívást. Miért őre esett a választás? Hát azért, mert mi olyan módon jól ismerjük őt, hogy nagyon sok előadásán voltunk már, és azt gondoljuk, hogy egy hozzánk vágó mondani valót mond. Ő egy kicsit átalakította ezt a címet, ő azt így fogalmazott, hogy én, mi, mindenki az önmegvalósítás lehetőségei. De hát benne van a címben is, hogy az önmegvalósítás igaziból közösségben lehet. Hát nagyon jól értjük ezt, hogy ez családban történik, baráti közösségben, mi úgy is mondjuk, hogy gyülekezetben, hogy ott teljesedünk ki igazán. És én azt gondolom, hogy Pál Feri atya erről fog beszélni nekünk. Hol tart jelenleg az evangélikus templom építése, és milyen összegre van még szükség ahhoz, hogy be is fejeződhessen minél előbb? Hát az az ígéretünk, és arra várunk, hogy május 31-ig azt a részt, amit templomként fogunk használni, istentiszteleti helyként, azt átadják, úgyhogy a júniusi konfirmációk már ebben az épületrészben lesznek. És hát utána nem essünk kétségbe, mert az Úrban bízunk, de utána újból talán pályázni fogunk, vagy azt reméljük, hogy ilyen módon, mint ez a kulturális jótékonysági nap, egy kis pénzt gyűjtünk, hogy be is fejezhetjük az egész háznak az építését, hiszen ez önfunkciós ház, amelyikben gyülekezeti terem, konyha, mosdó, kifjúsági terem, egy kis meditációs szoba, iroda lesz, úgyhogy ebben reménykedünk, hogy ezért záros határidőn belül teljesen a miénk lesz. Jelenleg ugye ennek a rendezvénynek még nincsen vége, de mi a tapasztalat, hogy mennyire vannak adakozó és érdeklődő kedvükben a vecsési lakosok? Én azt látom, hogy Pál Feri atya, hála Istennek, hogy elvállalta a meghívást, hogy az ő neve sok embert vonz be ide, és olyan emberek is hívtak fel engem, akiket egyáltalán nem ismerünk. És ez jó, az is nagyon-nagyon jó, hogy ő katolikus plébános, és mégis ezzel az előadással egy evangélikus templomnak az építéséhez járul hozzá. Úgyhogy nagyon köszönjük neki!